Tisztelettel köszöntöm a Frankó TV nézőt a Dunaszerdahelyi Városi Sportcsarnokban. Egy igazi rangadó, hiszen a Dunaszerdahely a listavezető pozsonyi Intert fogadja. Bíró Tomi bemutatja a csapatokat. Dámy a páni, predstavujeme oba kolektívy. Najprv hostujúce mužstvo Inter Bratislava. Hráčka číslo 1, Adriana Múdra. Číslo 2 má Lenka Lavričíková. Trojku má Natália Čankejová. Pečku Andriana Janičič. Devinu Simona Kubinová. Číslo 10 má na chrbte Jana Čurilová. Číslo 11 Sabina Hlásníková. Číslo 13 Jana Ševestová. Číslo 14 Linda Lomianská. Číslo 17 Silvia Kochanová. Číslo 20 Zdenka Staršichová. Číslo 26 Petra Beňušková. Číslo 27 Anna Mária Marčeková. A číslo 30 Erika Kolárová. Trenérka mužstva hostí a zároveň vedúca družstva Katarína Mocinecová. A teraz domáce mužstva, ak dovolíte, samozrejme v maďarskom jazyku. Hölgyeim és uraim, most pedig mutassuk be hazai csapatot, a VSK Dunaszerdahely. Egyessel, Lenka Bundová. Hármas, Lelkes Lilla. Négyes, Józan Réka. Ötös, Nagy Orsolya. Hetes, Kázmér Veronika. Nyolcas, Szejt Éva. Kilences, Matus Vidák. Tízes, Szabó Krisztina. Tizenhármas, Brunswick Fanni. Tizennyolcas, Androvics Dóra. 19-es Bugár Katalin. És 77-es a gólvágó Bugár Szintia. A hazai csapat edzője Prikler Szilvia. Ja, és kimaradt a Straka Mária, pedig nincs rajta a listán, gyerekek. Straka Mária. A hazai csapat csapatvezetője pedig Brunswick Tünde. Dnešné stretnutie, milí diváci, rozhodujú páni Peter Hašík a Richard Ziva. Potlesk aj pre nich. Za malú chvíľu teda môžeme začať, milí rozhodcovia, stretnutie DAC MŠK, Dunajská Streda a Inter Bratislava. Igen, az előbb elnézést kérek, hát Straka Mária valóban... Ugye egy igazi rangadóval jelentkezik a Dunaszerdahely, hiszen a 12. fordulóban az Inter a vendég, a listavezető, a bajnok esélyes, a bajnok aspiráns, amely az elmúlt fordulóban 39-19-re, tehát 20 góllal verte a sereghajtót, ami a Dunaszerdahelyeket illeti. És a tavaszi idényitón, Galgócon 32-29-es vereséget szenvedtek. Hozzá kell tennünk, hogy a Galgóc időközben leigazolta a Katarina Dubajovát, aki ugye korábban az élvonalban szórta a gólokat. Itt a sportcsarnokban VSK Dunaszerdahely, pozsonyi Inter, hajlá VSK, hajlá lányom, hajlá magyarok. Szóval a 18 ponttal listavezető Inter mögött a Dunaszerdahely 16 pontot gyűjtött, annak ellenére, ugye, hogy vereséggel kezdte a szezont. 9-essel Matus Virág, aki 6 gólt lőtt Galgócon. Ő kezd a szélen, és Nagy Orsi irányít. Természetesen ott van a 97 gólos Bugár Szintia, aki most már 98 gólos. Bugár Szintia, első gólja, 1-0. Jó kezdés. Már csak kettő kell neki a 100-hoz.
míg a VSK. Az Internél ugye Múdrá kapuban. Benyuskova irányít. És ez a bejátszás rossz. Lenka Bundová könnyedén indítja Orsit. Bugár Szintia. Tíznél elkapják a nyakát. 2 perc. De a gól érvényes. 2-0. Ez volt Szintia 99. találata. És emberelőnyben a dudaszerdahelyiek. Gól is volt természetesen a második gólunkban. Benyuskova. Újra 77-essel Szintia szerezte. Marcsekova. Lomjanská. Valami nincs rendben. Na orientačné tabuli vidíme 1-0, pritom igen, most 2-0. Figyelmezteti a játékvezető. A mérkőzés jegyzőkönyvébe kerüljön be Bugár Szinti a második találata, hiszen annak ellenére, hogy nyakon kapták, a gól érvényes. Marcsekovát közben kiállították. Na végre 2-0, ez is helyre került, Benyuskova, Lomjanská. Még 1 perc 10 az ember előnyből. Most pedig azzal van gond, ugye, hogy nem indult el a kiállítást jelző óra. A 2 perc visszaszámlálása, amiből már jócskán letelt, legalább 40 másodperc. A második percben járunk 2-0-nál. Na talán most már ez is helyre kerül. Végül is 5 másodpercben egyeztek meg. Na, egy kis közjáték után folytatott a játék. 2-0-ra vezet a Dunaszerdahely. Remek kezdés, és ez az átlövés sem pontos. A szerb Jancsics 5-össel. Úgyhogy marad a 2-0. Továbbra is ember hátrányban támad a listavezető, és kis hián labdát halászott Bugár Szintia. Jancsics, Matus Virág mellett betörnek, és az emelés is jó. Még ember hátrányban szépítenek Halásznyikova révén a vendégek. Matus, lelkes, Nagyorsi, Bugár, még 55 másodpercig előnyben a Dunaszerdahelyek. Bugár, Nagyorsi, megjátszható Matus Virág, nem mert betörni, lelkes. Bugár Szintia még összeszedi, és kérem szépen, ez volt Bugár Szintia 100. gólja. A 100 gólos Bugár Szintia az élvonalban. Ez a 13. meccse, tehát tartja továbbra is a minimum 8-9 gólos átlagát. És hát biztos nem ez volt az utolsó találata a mai meccsen. Közben még 25 másodpercig ember hátrányban az Inter, 3-1-re vezet a Dunaszerdahely. Janicsics egyéni akcióval próbálkozik, éppen csak össze tudták szedni, és egy balszerencsés találat, mert megpattant a lövés, és így Bundová nem tudott beleérni. Kubinová szépített 3-2, letelt a kiállítás, visszatérhetett Marcsekova. Lelkes, Matus Virág a szélén. Megvan az első bravúrja Kolárovának is, hiszen nem Múdrá kezdett a kapuban. Kolárová! Remek bejátszás, lehelet finom ejtés. Kubinová, 3-3.
Marad a labda a Dunaszerdélyeknél. Marcekova kapott. Marcekovától kapott egy fülest. Lelkes Lilla, Nagyorsi, Straka, Kázmér Veronika a beállóban. Straka a széléről próbál meg betörni. Remekül csinálta Straka Marcsi. Szabálytalankodtak vele szemben. És a kapufa is segített Kolárovának. Egy újabb pofon Strakának. Előszabály, és ezt most jól alkalmazták a játékvezetők, és a Strakáért, Straka Mari pofon ütésért kap egy sárgát. Marcekova kapta a sárgalapot, 4-3. Kázmér Veronika. Újabb betörés és újabb gól. Potyognak rendesen a gólok. Megint a szerb Adriana Janicic volt eredményes. A 6. perc kezdődik, és 4-4. Lelkes. Straka. Hát ez... Ez már csak olyan muszáj megoldás volt Straka Máriától. Villámgyorsan a bejátszás, de remek védekezést mutatott be. A Dunaszerdahely, Nagyorsi. Belemenés sajnos. Korábban kellett volna megjátszani a szélsőt. Matus Virág teljesen szabadon várta az átadást, mint hiába. Marad a 4-4. Janicic, Benyuskova, okosan ki a szélre, ez pedig 7-es lesz. Szegyenmetre Mihó. És 2 perc is. 7 méteres ez nő leállt. Na, megúszta. Straka megúszta sárgalappal. De a 7-es az jogos volt, az járt a 7-es. Havrincsíková kapott egyet. Kapusunk nem hárítja a 7-vételest. Hamarosan megtudjuk. A lista vezető végezhet el tehát jogosan büntetőt. És hát némi kép jó indulattal viseltettek a bírók most Strakával szemben, mert nyugodtan kiállíthatták volna, megúszta sárgával. És az irányító Benyuskova az egyik legrutinosabb. Becsapta a Bundovát. Először vezet a lista vezető 5-4-re. Lelkes Matus, Nagyorsi, Straka, Nagyorsi. Nagyorsi egy személy. Szemtelen betörés. Ez a 7-es is jogos. Belül védekezett Benyuskova. Bugár Szintia megkezdheti a második százast, hiszen már 100 gólnál jár a bajnokságban. Megvan a 101. is. 4. gólja Szintiának. 5 gólból 4-en. Egyedül szerzett. Egyenlít tehát Bugár Szintia. 5-5. A 7. perc telik el közben. Még összeszedi valahogy a szélső. Amolyan röplabda csata volt ez Nagyorsi és Benyuskova között. Remek betörés, újabb 7-es belülvédekezés Kázmér Veronika. Ez is egy 7 méteres. És ezúttal is csak sárga. Úgyhogy a játékvezetésre nem lett panaszunk. Természetesen megint Benyuskova vállalja el. Ő a 7-es specialista, a legrutinosabb. És ugyanoda. A 8. percben 6-5-re vezet az Inter. Straka robog a szélén. Nagyorsi. És ez is 7 méteres bizonyára. Remekül ismerte fel a lehetőséget Nagyorsi, hogy itt be lehet fordulni. És 2 ember között bátran elvállalta. Kapus cserél. Az Inter jön Múdrá. A Dunaszerdahelynek nincs oka cserélni a 7-es végrehajtás
terén, ugye Bugár szintén addig csak egyetlen hetest hagyott ki a bajnokságban. Marad is ennél az impozáns statisztikánál. Bugár szinti a ötödik találata ma. Összességében a 102. gólja az első ligában. Ezzel a harmadik, negyedik legjobb gólövő. Parádés megoldás. Megint Janicsics. 1076 az Inter javára. Villámgyorsan meg tudják játszani. 2-1-es szituációban. Mire elemezném az Inter gólját, addig Straka Mária balszerencsés, mert a lehetetlen szögből is betalált ugyan a kapuba, de a szabálytalanságot már korábban lefújták. Itt viszont nincs mit lefújni. Hiába reklamál az Inter vezetőedzőnője. Belemenést, ez nem volt az. Lelkes Lilla egyenlített. Úgy látszik, hetes párbajokról fog szólni az első félidő. Megint büntető következik. Lelkes Lilla belül védekezésért. Begyuskova az ítélet végrehajtó. A 10. perc. 7-7. Harmadszor sem változtat. Ugyanoda lövi megint Benyuskova. 8-7. 10 perc alatt láttunk. 15-8. Most a szélső megjátszható. Ezúttal valóban be lehetett fújni a belemenést. Ha egy ütemmel korábban adja ki Lelkes Lilla, akkor Matus Virág zicserbe kerülhetett volna. Most egy jó védekezés. El fogják kitalálni, mi következik most. 7 méteres. Egyébként nincs gond ezekkel a 7 méteresekkel, mert eddig mindegyik járt. Tehát ezt nagyon jól csinálja az Inter. Keresztbe mozgásokat. Benyuskova, na most változtatott, és szegény Bundová most arra az oldalra ment le, csuklóból a követ felső sarokba, ezzel 7-9. Most van szükség a szurkolásra, kedves nézők, szurkoló, gyerünk! Straka kapja a szélén! Talán az alsó sarkot lett volna jobb most célba venni. Múd rá védett, 9-7 marad. Onnan azért nem eszi meg Bundová ezt. Halásznyiková próbálkozott, lehetetlen szögből marad a 2 gólos Inter vezetés. Ez pedig 2 percnek kellene lennie most. Benyuskova megúszta, mert nem volt szép, ahogy földre teremtette Lelkes Lillát. Nagy Straka. Nagy. Ügyessel! Ez pedig 7-es. Sőt, 2 perc is lehetne akár. Jöhet Bugár Szintia. Megint Múd rá a kapuban. Úgy látszik, ez bevett szokás az Internél, hogy a hetesekre Múd rá jön. Náluk meg a hetesekre Bugár Szintia jön. És ha ő jön, akkor gól következik. 104. gólja a bajnokságban. Egy gólra zárkózik a Dunaszerdahely a 12. percben. Megint az a bizonyos interfigura, a bejátszás, ugye keresztbe mozgás, Benyuskova próbálta meg ezt eljátszani. Kázmér Veronika jól védekezett. Ez az átlövés pontatlan, egyenlíthet. A Dunaszerdahely Straka. Na, jól van Mária. Remek indítás Bundovától. És Straka, ha begyújtja a rakétákat, akkor nincs, aki utolérje. 9-9, újabb indítás, ez most nem sikerült, Bundovászt elkapkodta, Matus Virágot próbálta meg ugyanúgy, mint az előbb Strakát azonnal indítani. Egyébként ez
Prickler Szilvia elmondása szerint maradni fog ez a stílus, mármint a gyors rohanás. Az ég belövi a szélső a zicsert, Hlásznyiková, úgyhogy visszavehetjük a vezetést. 13. perc, 9-9. Lelkes. Csak ijeszget. Nagyorsi. Lelkes. Na most egy átlövés. De Kolárová kiszagolta, hogy hova jön a Lelkes Lilla átlövése. Marad a 9-9, sajnos nem sikerült visszavenni a vezetést. De a lényeg az, hogy kettő gólnál nem élt meg, kettő gólos hátránynál nem élt meg a nulla szerdahely. Bravo, jó volt. És sikerült egyenlíteni, sőt majdnem fordítani is. Újabb 7 méteres. Történt így, 7 méteres lesz jutnak a vendégek, újnak. De kapuscsere a mieinknél kapuba érkezik Bugár Katalin, tapsoljuk meg őt, hát ha neki sikerül. A Prickler Szilvia is meghúzza azt, amit az edzők általában, hogy a másik kapusnak is lehetőséget ad. Hát ha Benyuskovászén túljár. Benyuskovász, Moim, Piatin góló, opet osztálat. Benyuskovász 5. gólját lövi. 4-7-esből. Straka. Nagy. Lelkes. Matus. Hey, bravo! Virág lehetetlen szögből. Megvillant a bal keze Virágnak. 6-szor beköszönt. Az elmúlt fordulóban is Galgócon. Megvan az első gólja, és megvan Bundová első igazi nagy bravúrja. Tíz, tíz, mire kimondom, már nem igaz. Straka egyéni akció után a 15. percben 11-10.